A terv az abszolút nem változott, a csapat az ma egy edzést fog csinálni, holnap egy edzést fog csinálni, aztán utána két edzés lesz, és inkább a fizikális alapokra helyezzük a hangsúlyt, azokra a dolgokra, amik normálisan a tavaszi szezonban minket kell, hogy tovább vigyenek a pályán, és utána megyünk Törökországba három mérkőzést játszunk. Ezeken a mérkőzéseken már szeretnénk azokat a taktikai dolgokat, és esetleg, ha jönnek olyan játékosok, akik újak, beépíteni a csapatba, utána visszajövünk, és akkor még van két hét, a két hét alatt fogunk játszani három mérkőzést, és arra remélem, és szerintem kész lesz a csapat, hogy az első bajnoki mérkőzést sikeresen meg tudjuk vívni. Nagyon fontos az, hogy amit mondtam, ezt a dinamikát, amit felépítettünk, ez ne szakadjon meg. Persze a hazai mérkőzések nagyon fontosak, ugyanúgy fontosak most az idegenbeli mérkőzések is. Én azt hiszem, hogy jót tett a csapatnak az új stadion, a közönség, de most nagyon fontos, hogy az idegenből is lopkodjunk pontokat. Ami nagyon fontos volt, hogy 4 pontot tudtunk hozni idegenből, ugye a tavaly. Hát jó lenne, hogyha többet tudnánk hozni most a tavasszal, és hát a hazai mérkőzéseket megnyerni mindenféleképp. Ugyanaz fog maradni mindenféleképp, amit eddig is folytattunk, megvan ez a 22-es keret, plusz ezt mindig feltöltjük a második csapatból. Én szeretném azt folytatni, hogy a fiataloknak mindig meglegyen az esély, ugyanúgy most itt van egy Almási, ugyanúgy itt van most egy, ugye a Mészáros már próbáltuk, és néhány szó beszállt, ugyanúgy a Szépe is megkapta a lehetőséget, és inkább ők a második csapatba játszottak. Ugyanúgy az Ivkovics most már a második csapatból jött föl, és azt mondhatjuk, hogy igenis értékes tagja az első csapatnak, ugyanúgy a Kontár. Lényegében ezt az útat mindenféleképp folytatni szeretném, hogy sőt, én azt hiszem, hogy az U19-es házatáján is most már szét kell nézzünk, már olyan szempontból, hogy kik azok a játékosok, akiket be tudunk építeni az első csapat, vagy esetleg már profi szerződést fog kapni, úgyhogy ezek a tavaszi szezonnak a nagyon fontos dolgai. Hát velem a helyzet most tulajdonképpen az, hogy még egy hónapig én otthon végzem tovább a munkát. Oldalirányú mozgásokat már végezhetek, úgyhogy még körülbelül egy hónap kell, amíg a labdával is elkezdhetem a mozgást. Tak tá zimná príprava bola dosť dlhá, nejaké 3-4 týždne, takže dostali sme nejaké individuálne plány, ktoré myslím si, že určite každý splnil do bodky, pretože sám vyšiel proti sebe a teraz o to ťažšie by bolo nabehnúť do tejto prípravy zimnej. Ubehlo to celkom rýchlo, ale dá sa povedať, mali sme v každom týždni nejaké 3 tréningy, ktoré každý určite absolvoval a ja osobne som sviatky prežil tu v Dunajskej strede a tak je to štedrý deň ako aj Silvester, pretože deti chodí tu navštevujú škôlku, takže viac sa prispôsobujem. Medzi sviatkami sme navštívili rodinu v Čaci nejakých 4-5 dní a navštívili sme najbližších, ale väčšinou času sme trávili tu v Dunajskej strede. Ja si myslím, že už všetci sme radi, že sme sa tu opäť mohli stretnúť. Boli sme v kontakte všetci cez telefón, ale to je určite nie tak ako ten osobný kontakt a určite lepšie sa trénuje v kolektíve, ako chodievať, sám behávať niekde po lese a tá lopta určite každému chýbala a všetci sú určite radi, že sme sa stretli. Tak sú to vlastne zvláštne pocity pre mňa, pretože som vlastne nikde inde okrem Senice zatiaľ nepôsobil v mužskej kategórii, ale samozrejme teším sa, nová výzva, nové prostredie, po tak dlhom čase je zmena, takže s pozitívnymi emóciami. Myslím, že už obaja sme potrebovali Senice a ja už proste som potreboval zmeniť prostredie, končila mi zmluva. Boli aj iné, ale proste Dunajská bola najrýchlejšia, najkorektnejšia, najpriamejšia. Hneď sme sa dohodli, takže neviem o čom.
vlastne, že tu budeme mladý kolektív a v podstate všetko reprezentanti, čo prišli. Takže je to pozitívne, si myslím. Prostredne fanúšikovia sú tu najlepší na Slovensku, podľa mňa jednoznačne. Aj to bol jeden z faktorov, prečo som sa rozhodol ísť sem. A buduje sa tu nový štadión, krásne centrum tréningové, takže si myslím, že je progresívny klub. V prvom rade sa nejak adaptovať, presadiť sa čo najviac, aby som odohral minút a možno pohár, nejak hráme pohár štvrťfinále, takže tam nejaký úspech a čo v lige čo najvyššie. Určite proste chcel by som hrávať čo najviac, aby som možno zabojoval o tú šancu na tie majstrovstvá Európy. No. Hrával som v Dubnice nad Váhom, odkiaľ som ako 16-ročný odišiel do Newcastle United. Tam som bol vlastne 5 rokov. Nastúpil som v FA Cup, to bol môj debut súťažný. Odhral som asi 10 prípravných zápasov za tímom. A bol som na lavičke Premier League párkrát jednu sezónu. No a vlastne posledný pol rok už teraz prišiel nový tréner a nedával moc šancu mladým hráčom, takže som sa rozhodol ísť na hosťovanie a práve Dunajská prejavila záujem a prichádzam s cieľmi samozrejme čo najviac pomôcť týmu, pomôcť klubu, no a podávať dobré výkony. Počul som s chalami, som sa rozprával, čo tu sú, čo som chodil s nimi na reprezentačné zrazy a mi porozprávali, že sú tu super podmienky, nový štadión, fanúšikovia chodia na zápasy, super atmosféra, takže asi tak. Samozrejme po mene poznám väčšinu chalanov, ale poznám Slava Pagača, Maťa Slavika z Dubnice, takisto Romana Sablera a ešte poznám Tomáša Huka, ktorý tu momentálne nie je. Každý sa chce dostať do konečnej nominácie na Euro. Myslím si, že všetci budeme makať, čo sme vlastne v širšom kádri na to, aby sme sa prebojovali do tej finálnej nominácie a aj preto tu bude tento pol rok dôležitý.